Ma Magyarországon minden tizedik újszülött megy úgy haza a kórházból, hogy szülés után nem várja otthon édesapja. Veronika kislánya 2 hetes volt, amikor elhagyta őt a gyermek édesapja, így 3 kislánya maradt egyedül. Veronika elmondta, minden apró segítségért nagyon hálásak. Jelenleg a legnagyobb probléma, hogy nincs otthonuk, az anyák szállásánál 3 gyermekével. Azért sok segítséget jelent azért, nem 1-2 forintba kerül azért, főleg egy pici babának mindent megvenni, és így azért nagy segítség. Katalin, aki az adományokat hozta, és ezt küldetésként magára vállalta, maga is megtapasztalta azt, hogy milyen, amikor egy édesanya egyedül marad. 3 gyermeket nevel egyedül. A weboldal életre hívásakor a kuponok, kedvezmények és egyéb támogatások mellett célja volt az is, hogy egy olyan közösséget hívjon életre, ahol segíthetnek azoknak az édesanyáknak, akik ilyen helyzetbe kerültek. Én úgy gondolom, Magyarországon nagyon jó a minden településen a szociális ellátottság, fordulhat a védőnőhöz, a családsegítőhöz. Most, ahogy járjuk a megyei jogú városokat, már úgymond jobb, több belátásom is van ugye az önkormányzatok munkájában. Rengeteg szervezet segíti az önkormányzatok működését, a hátrányos helyzetű családok segítségét. Úgyhogy én úgy gondolom, az önkormányzatok részéről minden segítség adott. De hát ugye ők is emberek, feladatokat látnak el, így szükség van olyan szervezetek munkájára is, mint a babamamatudakozó.hu. Nem gondolhatnak úgymond mindenre, viszont nekünk ez tényleg egy óriási szívügyünk. És én azt gondolom, hogy amikor egy édesanyja egyedül marad, az lelkileg, főleg egy óriási megterhelő időszak, és ebben is igyekszünk a részükre támogatást biztosítani. Senki nem úgy indul neki a családalapításnak, hogy egyedül szeretné felnevelni gyermekét, gyermekeit. Ehhez általában nehéz döntések vagy nagy veszteségek vezetnek. Kedden az országgyűlés elfogadta az egyszülős családok mindennapjait megkönnyítő törvénymódosítási javaslatot. Ellenszavazat nélkül fogadta el a parlament a tartásdíjtörvényt. Olvasható Novák Katalin közösségi oldalán, a tartásdíjjal kapcsolatban adott Kossuth Rádiós interjú posztjában. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy az a gyermek, ahol a szülők elváltak, és nem tudtak békében megegyezni egymással, hogy hogyan juttassák el a gyermek nevelkedéséhez, biztonságához szükséges összeget az egyik szülőtől a másikhoz, és vita van közöttük, és az egyik fél nem hajlandó fizetni a másiknak, akkor ilyenkor lépjen be az állam, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekhez ez a megítélt összeg, neki jogosan járó összeg eljusson, és hogyha esetleg ez nem jut el, akkor 3 hónapot követően lépjen be egy megelőlegezett tartásdíj. Ez a megelőlegezett tartásdíj azt jelenti, hogy ilyenkor tulajdonképpen az állam belép a tartozó vagy adós fél helyett, megelőlegezi ezt a gyermeknek járó tartásdíjat, és utána behajtja szigorúan azon, aki nem fizetett. A sok civil alapítványi kezdeményezés mellett fontos lépés az egyszülős családok körül felmerülő jogi rések kezelése is. A nyíregyházi önkormányzat is igyekszik minden gyermekes családot támogatásokkal segíteni, például az ingyenes bölcsődei ellátással.